Az internet gyorsan fejlődő világának köszönhetően az iskolákat is elérte a változás, hiszen néhány éve már országunkban az oktatási intézmények elektronikus naplót, vagyis e-naplót használhatnak. Püspök Ladányban az idei tanévkezdés hozta el ezt az újítást az általános iskolákban. Az e-napló használata könnyebbé teszi és lerövidíti a tanárok félévi és évvégi adminisztrációs terheit, emellett a szülők számára naprakész információkkal szolgál. Feladata, hogy helyettesítse a papíralapú dokumentációt az oktatásban, így a tanulók értékelése gyorsabban, hatékonyabban zajlik. A Calvin téri általános iskolában a papíralapú naplóval párhuzamosan használják az e-naplót, tudtuk meg Pató Józsefné igazgatótól. Idei tanév kezdetétől használjuk a hagyományos naplóval párhuzamosan. Azért került bevezetésre, hiszen több iskolában, az országban már ezt nagyon jól bevált gyakorlat volt, használták. Természetes mindig, hogy idegenkedik az ember az új dologtól, és ugye azt meg kell tanulni, el kell sajátítani annak a lépéseit, hogy hogyan kell használni, hogyan tudjuk a mindennapunkban nagyon gyorsan, egyszerűen alkalmazni az e-naplót. A pedagógusoknak el kellett végezniük egy online képzést, amelyről tanúsítványt kaptak. Minden kollega elvégzett egy online képzést, amiről egyébként tanúsítványt is kaptak, amely végigvezette nagyon logikusan a kollégákat azon, hogy hogyan tudják ezt az e-naplót alkalmazni, mi a teendő akkor, hogyha valamilyen helyettesítést kell ellátni, hogyan kell ezt beírni, hogyan kell az értékeléseket felvezetni. Tehát volt egy olyan előzetes ismeretük a tanév elején, tehát augusztus legvégén végezte el mindenki, mi természetesen már korábban ismerkedtünk ezzel, tehát mindenki elvégezte ezt, és nyilván azt láttuk, hogy ezt a gyakorlatban lehet igazán jól megtanulni. Az iskolában egy évig párhuzamosan használják a hagyományos, valamint az e-naplót. Több iskola vezetőjével beszéltem, akik már korábban bevezették, és ők azt mondták, hogy körülbelül 2 éven keresztül vezették a hagyományos naplót és az elektronikus naplót. Mi úgy gondoljuk, hogy nyilván, hogy másoktól tanulunk, de az 1 év az mindenképpen nagyon hasznos tapasztalatként. Ami most nehézséget okoz a tanároknak, az az, hogy 3-as adminisztrációt kell végezniük. Mi azt látjuk most, hogy logikusan épül fel az egész. Nem mondom, hogy talán szeretik a kollégák, megszokják, alkalmazzák, és utána sokkal könnyebb dolguk lesz. Ami nehézséget okoz még, az az, hogy tulajdonképpen 3-as adminisztrációt végeznek még most a kollégák, hiszen mindenkinek a kis füzetében ott van a gyerekértékelése, ugye ott van mellette a tanmenet, ami alapján halad. Van a hagyományos napló, és van az elektronikus napló. Tehát inkább ez okozza a nehézséget. Én úgy gondolom, hogy jó tapasztalataink vannak, és az még, ami előttünk áll, hogy a szülők is láthassák majd ennek az e-naplónak a beírásait. Az eddig használt hagyományos naplókat az intézmény természetesen archiválja. Természetesen a napló, törzslap és a bizonyítvány 3 együtt adja azt, hogy visszakereshető legyen, hogy a gyereknek milyen értékelése van, hiszen ez a lényeges. Tehát természetesen ezeket archiválnunk kell, el kell raknunk, ugyanúgy, mint a hagyományos naplókat. A Petritelepi Általános Iskolában Kovács Józsefné intézményvezető helyettes a köznevelési, regisztrációs és tanulmányi alaprendszer, vagyis a Kréta adminisztrátori feladatait látja el, amelyben az e-napló is található. A Kréta rendszer egy nagy központi informatikai támogató rendszer, a köznevelési intézmények oktatásszervezési feladatait támogatja. Ez a nagy országos rendszer, ennek vagyok én a adminisztrátori kezelője tulajdonképpen. Kétféle szerepkört lehet betölteni az e-naplóval kapcsolatosan, ugye egyszer az adminisztrátori szerepkör, ami azt jelenti, hogy az én feladatom az, hogy az adatokat feltöltsem ebbe a nagy Kréta rendszerbe, a Petritelepi iskola vonatkozásában. Ez a pedagógusokra, a felszerelésekre, a tantermekre, az álláshelyekre, a gyerekekre vonatkozóan összesítve történik, illetve egyen-egyenként, osztályonként is.
A rendszer sokrétű adminisztrációs lehetőségekkel rendelkezik, ami átláthatóvá teszi az iskolával kapcsolatos információkat. Ide lehet feltölteni a tantárgyfelosztást, itt lehet kiosztani a gyermekeknek az órarendjét, itt lehet ide kell feltölteni az órarendjét tulajdonképpen, és adminisztrátorként a mi feladatunk az, hogy egy egységes képet alkosson az iskoláról ez a rengeteg adat. Ez a rendszer, ez integráltan együttműködik más rendszerekkel, nagy KIR rendszerrel, ahonnan lehet importálni ebbe a rendszerbe adatokat, a pedagógusok adatait, a tanulók adatait, alapvető adatait, illetve innen lehet például a Magyar Diáksportszövetség honlapjára már most a nevezéseket is elvégezni, innen lehet a gyermekeket kiexportálni tulajdonképpen. Az intézmény fenntartója, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ szintén lát a rendszeren keresztül minden adatot. A Kréta rendszerben az intézményekre vonatkozó adatokat a fenntartó is látja, kell is neki adatokat szolgáltatni a felületről az intézményre vonatkozóan, és ez egy nagyon fontos lépés, hiszen nem kell minden papír alapon beküldeni a fenntartónak, hanem egy kattintás, ő is, hogyha az intézményre kíváncsi, alkalmazottakat tekintve, pedagógusokat, a technikai dolgozókat tekintve, a terem kihasználtságot tekintve, az órarendeket, a tantárgyfelosztást, neki is egy kattintás, és látja az intézményre vonatkozó adatokat. A Petri telepi iskolában fél évig használják párhuzamosan a papíralapú és az e-naplót, majd szeretnének teljesen áttérni az elektronikus felületen való nyilvántartásra. Ebben a nagy Kréta rendszerben működik az elektronikus napló, tehát ennek csak egy része, egy bizonyos része az elektronikus napló. A mi nevelő testületünk már korábban elhatározta, hogy el kellene gondolkodni ennek a naplónak a használatával kapcsolatban, és tankerületi megerősítést is kaptunk, hogy igen, akkor a 17-18-as tanévben el kell kezdeni párhuzamosan a papír alapú napló használatával együtt az elektronikus napló használatát. Egy fél évig a kettőt párhuzamosan fogjuk kezelni, és úgy döntöttünk, hogy fél évtől maradjon csupán az elektronikus napló, hogy jövőre, a jövő tanévben már ne kelljen ezt a kettős műveletet elvégezni. A papíralapú ellenőrzőkönyv, amelyet a diákoknak mindig maguknál kell tartani, változatlanul megmarad. Természetesen mellette a papíralapú ellenőrzőkönyv az megmarad, hiszen ha véletlenül nincs minden szülőnek elektronikus hozzáférése a naplóhoz, marad a régi hagyományos módszer. A tanulók eredményeit a tanárok felvezetik az elektronikus felületre, ezért lehetséges, hogy a szülők a jelszóval védett oldalon hamarabb látják, hogyan sikerült a dolgozat, mint megtudják a gyerekek. Nem biztos, hogy minden esetben előnyös, hogy a szülő hamarabb fogja látni a gyermek jegyeit. Megpróbáljuk azért azt követni, hogy mondjuk egy témazáró dolgozat után természetesen a gyerekekkel ezt a dolgozatot át kell még nézetni. Nézzük át, mi a hibád, van-e esetleg kérésed, én is elszámolhattam. Nézzük meg, tegyünk pontot a végére, és akkor közösen értékeljük a dolgozatot, és ezután fogja a nevelő a szülőt kiértesíteni a dolgozat eredményéről. Tehát azért igyekszünk a gyereknek megadni a lehetőséget, hogy anyát felkészítse az itt történtekről. Természetesen azokban az esetekben, ahol a gyerek nem rendszeresen közli a szülővel az itt történteket, ott bizony jó lesz ez a szülőnek, hogy tudja nyomon követni az érdemjegyeket, a mulasztásokat leginkább, hogy van-e igazolatlan mulasztás a gyereknek. Mindenki emlékszik még arra a félelemre, amikor egy-egy rosszabbul sikerült dolgozat után haza kellett vinni az ellenőrzőt. Megkérdeztük a diákokat, mit gondolnak erről. Nekem is vannak osztálytársam, akik sokszor nem mutatták meg a rossz jegyeket, és ez jó, mert így számon tudják kérni a szülők rajtunk, hogy mi ez az egyes itt a naplóban. Szerintem nagyon jó, meg sok mindent megtudhatunk róla. Anya is meg tudja nézni, bármikor beléphet, nem csak amikor megmutatjuk neki. A Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezető helyettese, Birinyiné Girdán Éva, ott jártunkkor elmondta, hogy az iskolában a Kréta rendszerben lévő e-naplót választották, bár több lehetőségük volt.
Az e-naplót ebben az évben vezetjük be az iskolánkba. Korábban bevezettük a Kréta rendszert, és akkor ennek a része az e-napló. Mi ezt választottuk, többféle e-napló létezik, de mivel nekünk egy ilyen statisztikai rendszerünk van, aminek ez része, ezért úgy gondoltuk, hogy ezt a legkönnyebb bevezetni. A Kréta rendszer szerkesztői felülete logikusan felépített menüpontokból áll, segítve a felhasználók munkáját. Ez egy statisztikai nyilvántartó rendszer az iskoláknak. Minden iskola saját jelszóval tud belépni, saját felülettel tud belépni a Kréta rendszerbe. Ennek a Kréta rendszernek része az e-napló, és azért nagyon jó, hogy ennek a része, hiszen az e-naplóhoz ugye különböző dolgokat fel kell vezetni, ami az intézménnyel kapcsolatos, a tanulók összes adatát, az osztályok, a csoportok összes adatát, és az alkalmazottakra vonatkozó összes adatot föl kell először vezetni, ahhoz, hogy tantárgyfelosztást tudjunk készíteni. A tantárgyfelosztásban megjelennek az osztályoknál, megjelennek, hogy melyik pedagógus, milyen csoportokban, hány órát tanít, és ezek után tudunk hozzákezdeni az e-naplóhoz, ahol már a tanári órarendekben ezek a felvezetett adatok megjelennek. Az adatok digitalizálásának egyik fő oka, hogy az iskolában nagy mennyiségű papíralapú naplót kell használni a különböző csoportbontások miatt. Az e-napló bevezetésére azért is nagy szükség volt, mert az eddigi papíralapú naplókból most már nagyon sok kellett, tehát már nem csak egy-egy osztálynak van szüksége naplóra, hanem minden csoportnak. Nálunk az osztályok bontva vannak, általában képesség szerint, különösen a felső tagozatban, magyarból, matematikából, fizikából és biológiából, és két osztályból így három csoport van kialakítva képességek szerint, és ez azt jelenti, hogy egy ilyen bontásnál körülbelül 15 naplót kell, csoportnaplót kell használni. Ez a rengeteg nagy mennyiségű papír az e-naplóval azért megszűnik, és sokkal könnyebb nyomon követni az órákat, a hiányzásokat, a beírásokat és egyebeket. Az elektronikus napló bevezetése miatt a pedagógusoknak részt kellett venniük a Nexus Learning elnevezésű tanfolyamon, amely a Kréta rendszerre lett kitalálva. A pedagógus modulokhoz, tehát modulokhoz kurzusok vannak hozzá kapcsolva, és ezt végezték el a pedagógusok. Amikor ezt elvégezték, akkor vizsgát kellett nekik tenni. A vizsga az százalékban adta meg a tudásukat, és kaptak róla egy tanúsítványt. Ez azt jelenti, hogy viszonylag ügyesen tudják már kezelni a Krétát, illetve ezt az e-naplót, de azért a gyakorlatban ez nem ilyen egyszerű. Tehát ezeket a tananyagokat újra vissza kell keresgélni, hogy hogy is kell beállítani a hiányzást, meg egyebeket, és majd a sok-sok gyakorlás után lesz olyan, hogy már minden pedagógus kívülről tudja. Ahhoz, hogy a pedagógusok az e-naplót az órákon is tudják használni, megfelelő eszközellátottság szükséges. Erre is van egy nagy országos pályázat, ez egy EFOP-os pályázat, a számát most nem mondanám, de ellátja a pedagógusokat laptoppal, illetve az ötödikes gyerekeket tabletekkel, és akkor tehát ennek megfelelően meg lesz a eszközellátottság is arra, hogy ez az e-naplós program jól működjön. Az Erős Lajos Református Általános Iskola igazgatója, Borsosné Lekvár Erika elmondta televíziónknak, hogy az intézményben hamarosan bevezetik az e-naplót, de jelenleg az informatikusuk vizsgálja, melyik elektronikus naplót válasszák.
A folyamat elején vagyunk még, az informatikus kollégánk vizsgálja, hogy milyen e-naplót vezessünk be, ez a Kréta, a Major és a Mozaik között vizsgálódunk, hogy melyik lenne a legalkalmasabb itt pedagógusnak, szülőnek, gyermeknek egyaránt természetesen. Az iskola pedagógusai már elkezdték a 30 órás továbbképzést, amely az elektronikus napló használatát segíti elő. Elkezdték a kollégáink a 30 órás továbbképzést ennek a tárgyában. Mindenkinek el kell azt ahhoz végezni, hogy itt legalábbis nálunk, hogy ezt biztonsággal el tudjuk indítani. Úgy igyekszünk, hogy a második fél évben, vagy esetleg annak néhány hónapjában már párhuzamosan el tudjuk indítani az e-naplót és a még meglévő papír alapú naplót, és aztán jövő tanévben bízunk benne, hogy egyenesbe kerülünk, és akkor már csak e-naplóval tudunk dolgozni.